Sziasztok gyerekek! Névad Alexandra vagyok, a torna néni! Nagyon ügyesen tornáztok, továbbra is azt mondom, hogy nagyon fontos a mozgás és a testedzés. És képzeljétek el, olyan jó feladatot hoztam nektek ma, hogy csak na! Remélem mindenkinek van otthon legója! Kezeket fel, akinek van! Nagyon jó, akkor irány a szoba, és készítsetek elő, mondom, milyen színű legóra van szükség. Kék színű, piros színű, sárga színű, fekete színű, és egy zöld színű legó, mert ezekkel fogunk ma szuper jót játszani. Várunk egy picit, de reméljük, hogy addig már sokan előkészítettétek, mert hogy a videó elejére ki volt írva, szükségesek lesznek, és reméljük az anyucik figyeltek, hogyha nem, az sem gond, legalább van addig egy kis feladat. Elmondom röviden addig, hogy ez a mostani kis játék, ez ilyen jó kis észlelés, figyelemfejlesztő játék lesz. Építkezünk egészen az egyszerű megoldásról, hogy a kicsik is be tudjanak kapcsolódni, egészen a nehezebb megoldásig, hogy a nagyoknak is akadjunk kihívást. Remélem tetszeni fog mindenkinek. Szóval, itt vannak a gyerekek, nagyon örülök neki, letesszük a legót magunk elé. És először csak elkezdjük megtanulni a játékot, hogy miről is lesz szó, jó? Tehát az első feladat az lesz, hogy egymásra fogjuk építeni a legót. Először én mutatom, hogy kell, utána ti jöttök, jó? Ugyanabban a sorrendben figyeljétek meg, melyik van alul, melyik van fölül. Nagyon jó, hát ezt tudom, könnyű volt. Szétszedjük, jön a következő. Uha, ez már három, nagyon kell figyelni. Tehát nézzük meg. Legalsó, középső, piros. Valaki már kész is van, de ügyes vagy. Nagyon jó. Úgy. A kettőt összecseréltél, semmi gond. Úgy, helyes megoldások megvannak. Nagyon jó. Jöhet még egy következő? Figyeljetek. Csinálom így, hogy aki szemfüles, az leshet is. Ezt kérem összeépíteni. Megnézzük, mi van alul. Mi következik rá, ahogy eddig. És várok még egy picikét. De nagyon ügyesek a legkisebbek is. Látom, hogy nagyon próbálkoznak. Nagyon jó, tehát leellenőrizzük. Ez már nehéz, jó? Azért fekete van alul, zöld, piros, kék. Szuper! Na, akkor jön a legnehezebb szint ennél. Ezt kérem szépen, hogy rakjátok ki. Én is jól megnéztem még egy kis időt. Várunk. Nagyon jó, na együtt hangosan mondjuk a színeket, jó? Zöld, sárga, piros, fekete, kék. Ügyesek voltatok. Na, szétszedjük a legót. Nagyjából megtanultuk a játékot, és a következő játékhoz már közelítek az asztalra, jó? Az úgy egyszerűbb lesz. Sziasztok! Itt a kezem. Tehát, következő feladat pedig nem egymásra tesszük a legókat, hanem egymás mellé, jó? Kezdjük a könnyűvel. Szóljatok, ha kész van! Hallom a kiabálásokat? Bizonyám! Kék, piros, nagyon ügyesek voltatok. Jön a következő. Figyelj! Ezt utánozd le. Ugye balról jobbra olvasunk, írunk, tehát zölddel kezdjük, az legyen az első, amit leteszed. Nézd meg, mi van mellette. Nagyon jó, ott már kész is vannak. Jaj, de szépen csináljátok. Éljen, tehát zöld, utána sárga, utána fekete. Szuper! Jön a következő, figyelj!
kérem szépen leutánozni nagyon ügyesen. Pörögjenek a fogaskerekek a kis agyunkban, nagyon figyeljünk oda. Mit mi után teszünk, melyik szín jön? Úgy. Nagyon jó, már látom a megoldásokat. És kezeket fel, aki kész van. Nagyon jó, nézd a sajátodat, olvasom föl, hogy nálam mi volt kirakva. Piros, egyezik? Szuper. Sárga? Nagyon jó. Kék? Nagyon jó. Fekete? Nagyon ügyesek vagytok. Utolsó kör ebből. Utána nehezítünk, jó? Na, erre egy nagyon picit több időt hagyok. Nézzétek meg ügyesen. Nagyon jó, és várok egy picit. 3, 2, 1. Ugye kész vagyunk már? Begyakoroltuk a feladatot, ez már nagyon jól kell mennie. Fekete, kék, zöld, piros, sárga. Szuper! Tehát először ugye egymás tetejére, egymásra raktuk, most egymás mellé. Most ezt a kettőt egy kicsit nehezítjük, mégpedig ezeket én elveszem, és csak mondani fogom, nagyon figyelj, tehát mondom hangosan, te megjegyezd meg, oké? Figyelj, egymásra rakjuk, tehát tornyot építünk. Jó, és figyelj, piros, kék, sárga, zöld, fekete, piros, kék, sárga, zöld, fekete. Na mutasd fel, te mit építettél? Itt van, amit én építettem. Egyezik? Ellenőrzés. Minden stimmel. Na, hogy minden stimmel. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor most jöhet egymás mellé, jó? Szétszedem én is a legócskáimat, és figyelj egymás mellé, kérem szépen azt, hogy kék, zöld, sárga, fekete, piros, kék, zöld, sárga, fekete, piros. Mehet? Háromra mutassuk. 1, 2, 3. Na nekem ilyen lett, neked milyen lett? Egyezik ugyanaz? Hát ez nagyon jó! Hú, de szuper ügyesek vagytok! Nagyon jó! Oké, na figyelj! Következő képzeljétek el, mert szerintem ez nagyon könnyű volt nektek. Azt fogom csinálni, hogy rajzoltam nektek tök jó kis feladatlapokat. Bocsánat, nem vagyok egy Picasso, ezt mindig elmondom, hogy én mozogni szeretek. Egyébként rajzolni is, de sajnos azt nem tudok. De remélem látszódik a fagyigombot, és remélem, hogy most már rájöttetek, hogy mi a feladat, és töritek a kis fejeteket, hogy mi lehet a megfelelő sorrend. A legókat egymásra rakjuk, vagy egymás mellé rakjuk? Hangosan? Bizonyám, egymásra. Na, hasonlítsuk össze, tegyétek a képernyő elé, én is oda teszem. Sárga, zöld, piros. Szuper! Nagyon ügyes mindenki. Jöhet a következő kihívás, szétszedem a legóimat. Ott vannak a halacskák. Nézzük meg ezeket a kis halacskákat. Koncentráljunk. Ez az én sorrendem. Fekete, kék, zöld. Nagyon jó. Na figyelj, nehezítünk, jó? Szedd szét a legót. És hát, tudom, bocsánat, de a feladatra koncentráljuk, de pedig a rajzra. Ez egy szülinapi hatalmas, óriási torta. 5 finom réteggel, jó? Csoki, pisztácia, málna, áfonya, citrom.
Na, rakjuk össze! Ehhez már mind az 5 legónkra szükségünk lesz, és arra, hogy nagyon figyeljünk és nagyon koncentráljunk. Na, figyelem! Első szint, második, harmadik, negyedik, ötödik. Fedjük föl a művünket! Fekete, zöld, piros, kék, sárga. Nálatok is jól látom? Hát persze, hogy jól látom, nagyon ügyesek vagytok. Következő. Ó, hát ezek gyönyörű szívecskék. Annak a rajzolásában még egész-egész jó vagyok. Egész-egész jó vagyok a rajzolásában. Na, nézzük a szívecskék sorrendjét. Remélem már mindenki tudja, mi a feladat, nem kell elmagyarázni. Pörögnek a fogaskerekek, nagyon ügyesen várunk. Mindig lesznek olyanok, akik lassabbak nálunk pár dologban, de olyan is lesz, hogy gyorsabbak lesznek nálunk, és mi leszünk lassabbak, ezt meg kell tanulni, jó? Hogy türelmesen várunk. Na, gyerekek, figyeljetek! Nézzük meg! Kék, piros, zöld, fekete, sárga. Na hát én is eltaláltam, hát nekem is van egy pontom. Szuper! Szép munka! Hú, most már nehezitek, jó? Hoztam nektek batilusokat. Nagyon szeretném, hogyha hangosan bekiabálnátok, hogy mit kell csinálni, hogy ne legyenek bacillusok a kezünkön. Megmosni! Remélem látta mindenki azt a videómat, amelyiken rajta van, hogy milyen nagyon-nagyon fontos kezet mosni, hogy szaladjanak el a bacillusok a kezünkről. Ugye ez már egyre, egyre nehezebb, mert itt már figyelni kell nagyon a sorrendben, na nézzük meg! Tehát legalul van a sárga, kék, zöld, piros, fekete, és süty! Ezt a papírt el is dobom jó messzire. Az a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy sokat kell kezet mosni, jó? Na, egy lányos kép következik, gyönyörű virágos rét. Ugye? Remélem volt mindenki a szabad levegőn. Mindegy, hogy milyen rossz az idő, egy kicsit ki kell menni a levegőre. Az oxigén nagyon-nagyon fontos a kis agyunknak, hogy tudjon gondolkodni, és a teljesítő képességünk folyamatosan növekedjen. Na, a virágos réten van sok színű virág egymás mellett. Amit szeretném, hogyha a legókból, duplókból sorba raknátok. Jó, na figyelem! És 3, és 2, és 1. Na, fedje föl mindenki a művet! Piros, kék, sárga, zöld, fekete. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok, hát komolyan mondom, hatalmas élmény. Nekem ilyen ügyes gyerekekkel játszani, igazából semmi dolgom nem is lenne már. Na nézzük, tudjuk-e fokozni? Ez egy lufi szeretne lenni, látjátok? És a lufin nagyon szép kis masnik vannak. És itt már nehezítettem azon is, hogy ugye a lufit is meg kell nézni, hogy milyen színű, de többet nem is fogok segíteni, hanem várok türelmesen, hogy készen legyetek. Hát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Megvárjuk ott azt az utolsó kis manót is. Nézzük! Ti is tegyétek a képernyő mellé, nyugodtan ellenőrizzétek. Sárga van legalul, követi a fekete, a kék, a piros, és itt volt a becsapás, hogy ugye nem zöld masni volt, hanem maga Luffy volt a zöld legó. Aki eltalálta, az nagyon-nagyon ügyes, akit be tudtam csapni, az ne búslakodjon. Nézze meg még egyszer a videót, és gyakoroljon ügyesen. Na és az utolsó, hogyha volt a lányoknak virág, a fiúknak egy csúcsszuper kanyargós autópálya érkezik. Megnézzük, melyik autó melyiket követi, hogy mennek egymás után.
bébi könnyű itt az autóúton. Ugye? Igen, ezek autók, tudom. Guruló kalapok is eszembe jutottak, mikor megcsináltam, de szerintem a feladat lényegét mindenki érti. Lehet egy online rajztanfolyamra beiratkozok, hogy szebeket tudjak alkotni. Na de gyerekek, biztos mindenki kész van, hát itt annyit beszélek, lefoglalok mindenkit. Nézzük csak meg, milyen autóink vannak. Fekete, sárga, zöld, piros és kék. Hatalmas taps, és a legnehezebb szintet is teljesítettétek. Nagyon-nagyon büszke vagyok rátok. Nagyon szépen köszönöm ismét, hogy velem játszottatok, és nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon jó észlelést fejlesztő feladat, és otthon bármivel meg tudjátok csinálni, ez a Lego az jó, mert egymással is föl lehet pakolni, nem csak egymás mellé. A kártyák itt vannak, nyugodtan ti is alkossatok. Nagyon szívesen várok ilyenkor fényképeket, vagy videókat is szívesen fogadok, mert szeretem látni a kreatív anyukákat. Szóval lehet gyakorolni, Lego, aki még ügyesebb, még egy barna, egy rózsaszín, egy lila is mehet rá, és rajzolni határa csillagos ég. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, és remélem mindenki nagyon jól van ma, és további szép napot nektek. Sziasztok!